letette alpolgármesteri esküjét Gyöngyösi Ferenc, és Miklós Péter lett a tornyai főigazgatója. Várandósan menekült a háború elől Hódmezővásárhelyre. Mentorok segítik a kismamát, aki kislányával és édesanyjával érkezett városunkba. Népviseletbe öltözött táncosok ünnepeltek, külföldről is jöttek a hagyományteremtő bára a Kankalén 60. évfordulójára. Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, a híradót látják, Borbás Ildikó vagyok. Alpolgármesternek választotta a Hódmezővásárhelyi Közgyűlés Gyöngyösi Ferencet, a 4-es választókörzet önkormányzati képviselőjét. Gyöngyösi az elmúlt hónapokban a városüzemeltetés és a kultúra területén dolgozott Vásárhely fejlesztéséért, és mint mondta, kinevezése után is ezekre fog koncentrálni. A testület nem szavazott Kis Andrea alpolgármesteri tisztségének megszüntetéséről, így jelenleg ismét két főállású, egy társadalmi megbízatású, valamint egy feladat és fizetés nélküli alpolgármestere van Vásárhelynek. A közgyűlésen a Fidesz képviselői nem vettek részt. Üres padsorok a Városháza dísztermében. A Fidesz frakció nem jelent meg a keddi közgyűlésen. A döntésük okát levélben közölték a polgármesterrel. Arról írtak, hogy nem szeretnének részt venni Kis Andrea, a szocialista alpolgármester leváltásában, és egy szerintük fűnyírásügyi alpolgármester kinevezésében. Kis Andreát nem tartjuk jó alpolgármesternek, de attól sem fog jobban fejlődni a város, ha lassan több alpolgármester lesz, mint Budapestnek. A hatalmi osztozkodásban és a politikai leszámolásban sem most, sem a jövőben nem leszünk partnerek. A polgármester a fideszes képviselők részvételével akar szavazni Kis Andrea sorsáról, azonban távollétüket is véleménynyilvánításnak értékelte, így Kis a polgármesteri visszahívását levették a napirendről. Ezt a döntést a Fideszre bíztuk volna, a Fidesz eldöntötte ezt a kérdést, tehát hogyha a Fidesz nincs itt és nem szavazza meg Kis Andrea visszavonását, ezzel a Fidesz döntött úgy, hogy Gyöngyösi Ferenc csak úgy tudja ellátni azokat a fontos feladatait, ami a város működtetéséhez szükséges, hogyha SMS-t módosítunk, és 4. alpolgármestert fogunk találni. Egy új alpolgármester kinevezéséhez módosítani kellett a város működési szabályzatát, hogy 4-en tölthessék be a posztot. Ezután titkos szavazáson voksoltak a képviselők Gyöngyösi Ferenc alpolgármesteri kinevezéséről, aminek eredményét Gyutai Katalin, a Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke ismertette. Gyöngyösi Ferenc főállású alpolgármesteri megválasztásának tárgyában 8 igen és 0 nem szavazat született. Ezután a frissen kinevezett alpolgármester esküdtett. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segélye. Isten engem úgy segélye. Gyöngyösi Ferenc fő szakterületeként a városüzemeltetést jelölte meg, ezen belül szeretne nagyobb hatékonyságot és szervezettebb működést elérni. A saját vezetői tapasztalataim alapján szeretnék felállítani olyan struktúrát, ami még hatékonyabb működést eredményezhet, de egyébként azt kell mondjam, hogy a HMS-ben folytatott tevékenységek alapján is a humán erőforrás is alkalmas rá, szóval nincsenek ilyen jellegű problémáim, hogy valakivel ne tudnék együtt dolgozni. Mindenkivel szót szoktam érteni, és nincs konfliktus helyzetem, még a nem velem együtt gondolkodókkal sincs. Gyöngyösi kinevezése kapcsán Márkizai Péter kiemelte, nem egyedi, hogy egy városnak 4 alpolgármestere van, pláne hogy Vásárhely esetében Berényi Károly társadalmi megbízatással, Kis Andrea pedig feladatok és fizetés nélkül tölti be ezt a posztot. Miklós Péter lett a Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ főigazgatója, erről is döntött ma a Vásárhelyi Közgyűlés. Ketten jelentkeztek Megyesi Beáta távozása után megüresedő posztra. A képviselők 8 igen és 2 tartózkodás mellett választották meg Miklós Pétert, akinek több mint 10 éves vezetői tapasztalata van a város művészeti és közművelődési intézményeiben. Megyesi Beáta bejelentett távozása után ketten pályáztak a Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ főigazgatói posztjára. A közgyűlésen Miklós Péter foglalta össze először szakmai pályázatát a képviselőknek. 8. éve dolgozom Hódmezővásárhelyi Közművelődési Közgyűjteményi Kulturális Életében, előbb az Emlékpont Intézmény vezetőjeként, majd közel 2 évet a Tornyai János Múzeum igazgatójaként, a BFMK működését, az Emlékpont, a galéria működését jól ismerem. A programomban a tudományos, az oktatási és a turisztikai dimenzió
került kiemelésre. Gál Boglárka is jelentkezett a július 1-től megüresedett pozícióra, bár azt csak szeptembertől tudta volna betölteni. Pályázatában kiemelte, hogy a társadalom számára hasznos munkát szeretne végezni. Eddigi tanulmányaim, munkásságom, civil szervezeti tevékenységem és szakmám iránt érzett elkötelezettség az, ami lokálpatriótaként alkalmassá tesz engem arra, hogy a Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ főigazgatója legyek. A közgyűlés a bemutatkozások után 8 igen és 2 tartózkodás mellett dr. Miklós Pétert szavazta meg az összevont kulturális intézmény főigazgatójának, aki minden intézmény egységre kiterjedt tervekkel veszi majd át a vezetői feladatokat. Az intézmény az elmúlt fél évben egy nehéz időszakon van túl, és azt vettem észre, hogy az intézmény integráció vagy koherencia az nem úgy alakult, ahogy azt a fenntartó eltervezte. Ezt mindenképpen orvosolni szeretném. Azt, hogy a Tornyai János Múzeum, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ és a Németh László Városi Könyvtár és a Gyerekkönyvtár egy intézményként, a vásári kulturális élet meghatározó szegmenseként, mind a közművelődési, közösségszervezési, mind pedig a közgyűjteményi, muzeológiai, néprajzi egyéb feladatait el tudja látni. A frissen kinevezett főigazgató a csak nem 4 évtizedes múltra visszatekintő őszi tárlatra is kitért. Az igazgatóváltás miatt sem szakad meg a hagyomány. Október 1. hetében otthont ad Vásárhely a Dél-Alföld egyik legnagyobb kortárs képzőművészeti seregszemléjének. Megható történetek, különleges emberi sorsok, váratlan fordulatok. Nem csak a Hódmezővásárhelyen élő ukrán menekültek, de az őket segítő mentorok is rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagodtak, mióta részt vesznek a programban. Az egyik várandós nő története különösen megérintett mindenkit, akik az elmúlt hónapokban megismerték a városba érkezett fiatalasszonyt. Olha március közepén a közép-ukrajnai Cserkasziból érkezett Hódmezővásárhelyre. Ápolónőként dolgozott egy ottani klinikán, amíg ki nem tört a háború. Édesanyjával és kislányával érkezett, és már tudta, hogy várandós a következő gyermekével. Azt mondja, nehéz szavakat találni arra, milyen érzés az otthontól távol készülni a nagy eseményre. Nagyon nehéz volt meghozni a döntést, hogy elmeneküljünk otthonról, de a gyerekek érdekében el kellett búcsúznom a férjemtől és a család többi tagjától. A mentorok nagyon sokat segítenek abban, hogy minél jobban érezzük magunkat Hódmezővásárhelyen, és szeretnék mindent megköszönni MSZ-nek, a mentoromnak, mert nélküle minden sokkal nehezebb lenne. Olha nagyon erősen kötődik az otthonához, de amikor azt hallotta, hogy Mariupolban sok gyerek azért halt meg az orosz ostrom idején, mert nem volt a városban ivóvíz, már nem volt kérdés számára, hogy útra kell. Hódmezővásárhelyen Fülöpné Andruk Emese lett a mentora, aki családja révén kötődik Kárpátaljához. A találkozás mégis teljesen véletlenszerű volt. Olgával úgy találtuk meg egymást, hogy a játszótéren. Fölfigyeltem rá, hogy ukrán ajkúak is vannak a játszótéren, megkerestem őket, aztán csatlakoztam a dalmáikhoz, és akkor így bekerültem én is ebbe a mentorprogramba, és aztán képbe vagyok, mint védőnő és mint barát. Az önkormányzat szállást és ellátást biztosít minden menekült számára, ám Olha esetében különleges segítség kell. Mivel Olga éppen egy olyan lakásban lakik, egy olyan egy szoba és két félszobás csengetyűközi lakásban, ahol ő a harmadik anyuka kisgyereke, illetve van még egy nagymama is, tehát 4 felnőtt él és 4 gyerek. Úgy gondoljuk, hogy oda egy ötödik csecsemő, azért ez kicsit megnehezíteni az együttélést. Ezért az önkormányzat egy külön lakást készít elő, ahová Olha be tud költözni az édesanyjával és a kislányával. A kisbabát októberre várja, és még nem adta fel a reményt, hogy a hazájában szüli meg a kis jövevényt. Egy évvel, vagyis 2023. június 30-áig meghosszabbították a koronavírus elleni védettséget igazoló uniós védettségi igazolványok érvényességének idejét. Az uniós utazók, valamint az arra jogosultak továbbra is használhatják az uniós digitális COVID igazolványokat az EU-n belüli utazásokhoz azokban a tagállamokban, ahol erre még szükség van, közölte az MTI. Tájegységek ruháinak mustrája Hódmezővásárhelyen. Első alkalommal, de hagyományteremtő célral rendezte meg a Kankalin viseletes báját a Fekete Sasban. Ezzel a mulatsággal került fel az íre a pont, és zárult le a 3 napig tartó nagyszabású programsorozat, amely a Néptánc Együttes 60 éves fennállása előtt tisztelgett.
Igazán nemzetközi vendégsereg jött össze, mert voltak, akik Angliából, mások Svájcból jöttek haza, hogy a többiekkel együtt ünnepelhessenek. A talpalávalót a Dűvő és a Kokóbongó zenekarok szolgáltatták. Volt, akinek régi vágya vált valóra azzal, hogy ezt a kézzel készült, kifejezetten nekivart mérai viseletet ölthette magára, amelyet napjainkban is hordanak Kalotaszeg környékén az asszonyok vasárnaponként a templomban. A Feketesas éttermében a szebbnél szebb ruháké volt a főszerep a Kankalin viseletes bálján. A kiállítással egybekötött filmbemutató a gálaest után ezzel a rendezvénnyel zárult a Néptánc Együttes jubileumi programsorozata. Azt gondoltuk, hogy megrendezzük itt Hódmezővásárhelyen az első viseletes bálat, amiből szeretnénk majd a továbbiakban hagyományt teremteni, és jövőre is meg utána is megrendezni, hiszen nagyon ritkán fordul elő az, hogy a hagyományőrzésnek ez a formája, hogy viseletet öltenek a néptáncosok, megjelenik, és úgy gondoltuk, hogy ezt a tradíciót most elindítjuk itt Hódmezővásárhelyen. Rózsa Margaréta választása széki ruhára esett, aki erre az alkalomra egyenesen Angliából jött haza. A 60. ez egy nagyon szép év, úgyhogy meg mindenképpen részese szerettem volna lenni, hiszen már 22 évig táncoltam az együttesben, és nyilvánvalóan, hogyha hazajövünk, majd hazaköltözünk, akkor folytatom is tovább ez a terv, úgyhogy mindenképpen szerettem volna itt lenni, a többiekkel együtt ünnepelni, mert azért csak fotón vagy videón visszanézni, az nagyon fájó lett volna. Világra szóló esemény lett a Kankalin 60. évfordulója, hiszen ezen a viseletes bálon Svájcba elszármazott táncos is részt vett. 17 évet töltöttem az együttesben aktív tagként nyilvánvalóan, és a szívem az ide köt egyértelműen, tehát az elmúlt 10 év mióta külföldön tartózkodom, az nem azt jelenti, hogy én ettől az egész mozgalomtól elszakadtam, hanem ez bennem él. Hogyha valami szól a hangszóróba, akkor az névzene jó eséllyel otthon a lakásomban. Úgyhogy nyilván itt, ami itt van, az a szívem csücske. Több százan emlékeztek az elmúlt napokban a Kankalin 60. évfordulójára. Az e köré szervezett háromnapos programsorozat toppos pályázatból Múltunk köteles címmel valósult meg. Az együttes a nagy sikerű premier után vadonatúj gálaműsorát július 1-én pénteken, valamint az őszi hetek keretében is újra színpadra viszi majd a Besenyei Ferenc Művelődési Központban. A Vásárhelyi Televízió híradóját látták, szerdán 17:30-kor is várjuk Önöket a legfrissebbekkel. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!